Jó napot kívánok! Ó, Péter urat keresem, az édesapámat. Én úgy vélem, hogy elsősorban az az alkotói érzékenység, amivel a film rendezője és munkatársai ez a filmhez hozzáálltak, az egészen kivételessé teszi. Tehát én úgy gondolom, hogy egy olyan minőségű irodalmi adaptáció született, ami az utóbbi években egészen kivételes. Már a forgatókönyvé dolgozása is egy kiváló munka, ugye ez Divinyi Réka követte el, és hát a rendező pedig minden energiáját és figyelmét az adott időszakban a filmre fordította. Egy nagyon-nagyon-nagyon jó hangulatú film született. Külön ki kell emelnem a színészeket, akik egészen brilliáns játékkal, humorral, jókedvel végezték a dolgokat, és ez nagyon-nagyon jót tett a filmnek. Ugye nagyon nagy problémát okoz általában egy ilyen kosztümös filmnél, akár egy 19. századi filmnél a korhű külsőknek a megteremtése. Rengeteg helyen, ugye azért ez egy tévéfilm, annak megfelelő finanszírozása, tehát nem arról beszéltünk, hogy fölépítünk egy utcát, és akkor forgatunk, de meg kellett találni a helyszíneket. Ezt Veszprémben találtuk meg, és ezúton is meg kell köszönjem Borga Gyula polgármester úrnak, hogy gyakorlatilag hát egy jelképes összegért tulajdonképpen ingyen forgathattunk Veszprémben, és tarthattuk fel egyébként a belváros forgalmát napokon keresztül. Ez nagyon-nagyon sokat tett hozzá a filmhez, és én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon attraktív is lett ettől a film. Leütöttük, kész van, zsákban van, ahogy mondani szoktuk, Veszprémben fogjuk bemutatni a filmfesztiválon, és hát nagyon-nagyon reménykedem benne, hogy sikere lesz. A televízió film, a tévéfilm és a mozifilm, ez gyakorlatilag mára összeolvadt. Dramaturgiáját tekintve, forgatási technikáját, az eszközigényét tekintve, tehát nincs mit leporolni rajta. Ha megnézzük azokat a sorozatokat, amik most akár a streaming szolgáltatóknál mennek, vagy a televízió készítik, semmilyen különbség, se költségvetését tekintve, se alkotói hozzáállását tekintve nincsen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon előremutató és perspektívikus platform isten igazából a televízió, vagy pedig a streaming szolgáltatóknál történő bemutatás.